Ötször kerülte meg vitorlásával a földet, és ötször kerülte meg a hornfokot is. Ebből háromszor egyedül, kétszer pedig a társával, Gál Józseffel teljesítette a távot. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjának legutóbbi programja során Fa Nándor, magyar hajótervező és építő, óceáni szólóvitorlázó tartott filmvetítéssel egybekötött előadást az MCC Pécsi Központjában. Mi vágytunk ki a vízre, a nagy vízre, vágytunk ki a más kultúrákba. Azért akkor itt még eléggé vadszocializmus volt, szinte kilátástalanul, és úgy gondoltuk, hogy nekünk azért tartogat, de nem akartunk diszidálni. De el akartunk menni más világokba, körülnézni kicsit, és az óceánra magára az volt a nagy kihívás. Kis hajó, nagy óceán, menni, és az volt az alapfilozófiánk, mert nem értettünk hozzá, hogy majd beletanulunk. De hogyha más emberek képesek megtanulni, akkor mi is. Mi vagyunk olyan jó srácok, mint bárki egyéb a világon. A saját építésű hajóval 70 ezer kilométert tettek meg, 12 országban kötöttek ki, és 295 napot töltöttek vizen. Azonban két borulások is volt, mondja Fa Nándor, a vitorlázó hajótervező. Az első borulás az még az Indiai óceánon ért bennünket. Ott érdekes módon nem volt olyan vad a környék, de az indiai arról hogyan hírhett? Jellegzetes, hogy az Agula száramlás jön lefele délnek, a szelek ennek szembe fújnak, és a legváratlanabb helyzetből tudnak extrém hullámok keletkezni. És olyan körülmények között, amikor nincs előjele, jön egy ilyen extrém óriás, és ezeket a kishajókat keresztbe hosszába bármilyen irányba felborítja. Az MCC Pécsi Képzési Központjában számos közérdeklődésre számot tartó előadás történik a fiatalok tehetséggondozásán kívül. Így például aktuális gazdasági társadalmi kérdéseket kutató beszélgetéseket szerveznek országos és külföldi elismertségű szakemberekkel. Azonban az is céljuk, hogy érdekes, más szakterületen is kiválót alkotó híres embereket is meghívjanak programjaik során.